az STL Juhász Gyula pedagógus képző karának jogelődjén a Juhász Gyula tanárképző főiskolán tanított 25 éven keresztül Borpál főiskolai tanár. Bortanár úr több mint 4 évtizeden át volt meghatározó személyisége a főiskolának és a magyar fizika tanításnak. 3 évig az intézmény főigazgató helyettesi tisztét is ellátta. Az ő nevét viseli az a fizika verseny, amelynek döntőjét 13. éve itt, a Boldogasszony sugárúti épületben tartják meg. Dr. Döbör András, a pedagógus képzőkar dékánja nyitotta meg a Borpál nevét viselő Csongrád-Csanád megyei általános iskolásoknak kiírt fizika verseny döntőjét, méltatva a verseny névadóját. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy immáron 13. évvel kerül megrendezésre a Borpál fizika verseny. Nagyon sok általános iskolai, középiskolai tanulmányi verseny van az országban. Nagyon kevés az, amit kifejezetten felsőoktatási intézmény szervez együttműködésbe gimnáziummal, középiskolákkal. A Borpál fizika verseny ebben is különleges, hogy a Juhász Gyula pedagógus képző kar általános környezet fizikai tanszéke együttműködve a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziummal szervezi ezt a versenyt, ezt a megmérettetést. Én azt gondolom, hogy a névadó professzor úr Borpál egy jó mintát ad arra, ami a verseny célja, az ő élete, az ő életrajza. Ugye róla azt kell tudni, hogy itt a természettudományi karon végzett fizikus tanárként, majd az Orosházán tanított, közoktatásban, köznevelésben szerzett 12 éves gyakorlatot, és így került 1956-ban vissza ide hozzánk az akkori tanárképző főiskola fizika tanszékére, és gyakorlatilag mindazokat a szaktudományos ismereteket és mindazt a pedagógiai praxis praktikumot tudta ötvözni, amely őt egy nagyon egyedülálló és nagyon ismert oktatóvá, egyetemi oktatóvá, professzorrá tette. És én azt gondolom, hogy a versenyt összeállító tanszék és szervezők is erre tesznek kísérletet, hogy ezt a kisköszöntő előadásomban is mondtam, hogy ennek a kettősségét jelenítsék meg a szakmai ismeretekre való felkészülés, de ugyanakkor a pedagógiai módszertant és ennek a szakmának a szeretetét átadni a gyerekeknek a versenyen, a verseny feladatain keresztül. Ez a fő cél kitűzése a versenynek, és nagyon remélem, hogy jövőre, amikor a karunk a 150 éves évfordulát fogja ünnepelni, már megtarthatjuk a 14. alkalommal is ezt a versenyt, nem fog megszakadni ez a sorozat. Arra mindig törekszünk, hogy amikor a versenyzők eljönnek ide, lehet, hogy először lépnek be egyetemi épületekbe, vagy egyetemi épületbe, és hogy ez méltó legyen. Tehát ne csak arról szóljon az ő mai napjuk, hogy itt most megoldanak egy feladatsort, és elvégeznek fizikai méréseket, hanem legyen ez egy látogatás számukra az egyetem, a tudás épületébe, és hát, hogy ennek a körülményeit mi méltón meg tudjuk valósítani. Tehát ezen izgulunk itt, szervezők, rendezők, ezért van itt a televízió, ezért hívjuk meg a dékán urat, ezért hívjuk meg a természettudományi és informatikai kar professzorait, adott esetben ugye most a gazdasági dékán helyettes úr jött el, aki matematikus, és hát a fizika, a matematika nélkül nem is él meg, úgyhogy nagyon örültünk, hogy elfogadta a meghívást, és nyilván ez a megnyitó fényét emeli. Azt gondolom, hogy a tehetséggondozás az egy kiemelten fontos feladat most Magyarországon. Az ilyen jellegű kisebb létszámú lokális versenyek pedig ennek talán a legfontosabb felületei, vagy fórumai, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez a verseny ez most már 13 éve tud működni, és hogy még mindig ilyen lelkesedéssel szervezik a kollégák, és egyre nagyobb az érdeklődés, ahogy hallom. A természettudományoknak a tanulása az azt hiszem, hogy egy nehéz feladat ennek a korosztálynak, főleg a technikai fejlődéssel sok, ami elvonja a figyelmüket ezekről a tanulmányaikról, úgyhogy ezeknek a versenyeknek ilyen szempontból egyre fontosabb, vagy egyre nagyobb a jelentőségük. Nagyon örülök neki, hogy engem ide most elhívtak, mert én is annak idején versenyeztem, és nekem úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat adott annak idején, és a későbbi pályafutásommal kapcsolatban is.
A két forduló után döntőbe jutott diákokat és felkészítő tanáraikat Csányi Sándor, a Radnóti Miklós kísérleti gimnázium igazgató helyettese, fizika-kémia szakos tanára, a verseny főszervezője is köszöntötte. 2007-ben kezdtünk el azon gondolkodni, hogy szükség lenne egy hiánypótló foglalkozásra a gyerekeknek, egy kihívásra a gyerekeknek, és ekkor többen összefogtunk fizika tanárok, a fizika tanításában érdekelt emberek, általános iskola, középiskolai, illetve egyetemi dolgozók, és indultunk el egy hosszú úton. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen hosszú, és most már azt is el kell mondanom, hogy azokkal, akikkel indultunk, zömében még itt vagyunk, de most már az új generáció is részt vesz a szervezésben. A versenyre 7-es, illetve 8-os általános iskolás diákok jelentkezését várták. Az egyik célkitűzés az, hogy közelebb hozzák, szerethetővé tegyék a gyerekek, fiatalok számára a fizikát. Kihívás ez a gyerekeknek, és azt remélem, hogy a pedagógus kollégáknak is kihívás, és szeretettel jönnek. 107-es gyereket sikerült megmozgatnunk, és 78-ost. Ami azt gondolom, hogy az előző évek eseménye után egy elég szép létszám. Mi nagyon elégedettek vagyunk ezzel, és azt gondoljuk, hogy segítünk lépkedni a gyerekeknek abban, hogy a fizika útján valamilyen szép célokat fogalmazzanak meg, és érjenek el. Az első lépésekben segítünk nekik. A verseny az három fordulós, kettő... Az egyik az internetes forduló, a második forduló az iskolákban zajlik. A Radnóti gimnázium és a Ságvári gimnázium, gyakorló gimnázium tanárai állítják össze a feladatlapokat. Nagyon szép munkát végeznek. 18 iskolát sikerült megszólítanunk, és ebből a 18 iskolából küldtek hozzánk gyerekeket. Nagyon hálásak vagyunk a kollégáknak, az ő munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre ez a verseny. Persze kellettek hozzá a feladataink is, olyan feladatok, amin érdemes elindulni a gyerekeknek, ne túl nehéz legyen, de kihívás is legyen. Ebben pedig az általános iskolában gyakorlott, az általános iskolai oktatásban gyakorlott kollégák segítenek, illetve vannak nyugdíjas kollégák, akik segítenek a kontrollt fenntartani, tehát lektorálják a feladatainkat, általában szelidítik a feladatokat, gyerekbaráttá teszik, és így ez a több szintű együttműködés teszi talán fogyaszthatóvá a feladatainkat, úgyhogy talán emiatt is érdemes ezeken a feladatokon, a megoldásokon elindulni. A döntő forduló két részből áll, fizikailag is két részből áll, meg technikailag is két részből áll, tehát van egy írásbeli forduló, ahol a klasszikus fizika feladatokat, vagy azok közül kell, fizikai problémák közül kell megoldaniuk, egy feladatsort, és van egy mérési, úgynevezett mérési feladat, kis tálcán, fizikai kísérlet erőkészítve, kicsi feladatlappal, azt meg kell oldani, értelmezni kell, adott esetben grafikont kell készíteni, tehát ez pedig egy még konstruktívabb, ha úgy tetszik, feladat. A KAR alkalmazott egészségtudományi és környezeti nevelés intézetének általános és környezetfizikai tanszéke örömmel biztosítja a helyszínt és a technikai hátteret a döntőhöz. Azt gondolom, hogy azok, akik fizikával vagy természettudománnyal foglalkozunk, de itt ez most konkrétan ugye egy fizikaverseny, óriási felelősségünk van ebben a időben, ebben a világban, amikor elfogynak az ilyen szakos tanárok. Tehát egyszerűen nyugdíjba mennek, a közoktatásban hiányoznak, ez napi szinten észlelhető már. A 2022-es, tehát az ez évi felvételi jelentkezőket látjuk, és országosan 22 hallgató jelentkezett fizikatanárnak. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon kevés szám, úgyhogy ezért az ilyen verseny, amelyik esetleg kitermelheti azt a fiatal generációt, aki még érti a fizikát, és akiből majd fizikus vagy fizikatanár lesz, ez óriási felelősség és óriási feladat, és ezt nem lehet nem komolyan venni. Ha valaki elmondhatja magáról, hogy a Borpál fizika versenyt megnyerte, akkor ő a későbbiekben is bízhat abban, hogy ha jó úton halad,
és szorgalmasan dolgozik, akkor a más, akár országos versenyeken is ott lehet az élen végzők között. Tehát van nekünk UKTV győztesünk, aki itt kezdte a pályafutását. Azt reméljük, hogy számukra ez a legnagyobb dicsőség, és ez a legnagyobb motiváló erő. Persze oklevél, persze tárgyi jutalom lesz a gyerekeknek a díja. Az eredményhirdetés részeként a résztvevők a Fizika hangjai, hullámok, hangok és a zene fizikája címmel Kardos Gergely 5. éves matematika-fizika szakos tanárjelölt előadását hallgathatták meg. A díjakat átadta és a díjazottaknak gratulált dr. Bor Edit, Bor tanár úr lánya, professzor dr. Zimányi László, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád-Csanád megyei csoportjának elnöke, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének igazgatója, valamint professzor dr. Hobb Béla, a TTIK Fizikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.